Ezt az autót novemberben vettem, ez egy 2001-es Suzuki Swift, 1.3-as. Úgy gondoltam, hogy ez egy jó választás lehet itt Pesten, nem kell lemenni vidékre egy ilyen autót megvenni, hiszen Suzuki nagyon megbízható és nem lehet vele mellé nyúlni. Ehhez hozzátartozik, hogy van egy autószerelő apukám, aki mondta, hogy nem kellene ilyen elhamarkodottan dönteni, én mégsem hallgattam rá. Nem vagyok szőkenő, de itt ez most lehet, hogy optimális lenne ezt kimondani, hogy mégis az vagyok, mert nem hallgattam rá, úgyhogy elmentem az első kereskedésbe, ami szembe jött, és megvettem ezt az autót. Használtam egy picit az autót, és ott a keleti pályaudvarnál kiszakadt a futómű. Tréler, aztán elmentem a szerelőhöz, ott elmondták nekem, hogy ez az autó kuka, ezzel nem lehet semmit kezdeni. Úgy döntöttem, hogy megkérdezem, hogy mivel jár a felújítás, és elmondták, hogy az elejét teljesen rendbe kellene rakatni, természetesen a futóművet is. Meg is történt, ki is fizettem, és akkor utána megvolt a próbakör. A próbakört követően felhívtak, hogy nagyon szuper, belerakták a futóművet, csak a próbakört nem élte túl az autó, mert ott maradt az út szélén, mert ugyanis újra kiszakadt. Oké. Újra trélert hivattam, elvittem egy karosszériáshoz, akit már régóta ismerek, és akinek a tipjére vettem meg egyébként ezt az évjáratot, ezt a színű autót. És mindezt követően ő megcsinálta úgymond azt a jobb oldali részt, ami kiszakadt. Peti, nagyon az az oldalán vigyázz, itt van a kerék a szélén. Ne. Gyere vele! Ezeket nem bírok vele fölállni. Mi van? Hát én nem tudom. Egyből fog a kuplung, mint egy versenyautó. Itt már festett innentől, lehet is látni végig. Vissza is jött a rozsda rajta. Teljesen lehet látni, vissza jött a rozsda. Nem volt festve a bal első sárvédő, a jobb hátsó kerékjárti ív, illetve a csomagtartó és a tetőlemez. Körbe az összes alkatrész eleme lett festve. Gyertyakábelek, ez nemrég lett cserélve. A gyújtás elosztónak a tövébe láttuk egy kis olajszivárgást. Ennek a síkjába az alján. Tágulási tartály, hűtővízbe. Hát igen. Van egy kis olajszivárgás. Kezdődő motor, komolyabb motor károsodás következtében jelentkezik itt olaj. Nagyon sok javítás, szemmel láthatóan. Nem tűnik teljes mértékben szakszerűnek, mert nemrég lett az ügyfél szerint javítva, és végig újra jön a rozsda, meg itt végig a torony, itt a kerékjárati ív, akkor a másik oldalt is torony. Egészen a tűzfalig. Most, hogyha ennyire látszik, hogy ilyen sokat javítottak mind a két toronyba, ezért kérdéses, hogy mennyire tartotta meg az eredeti pozícióját. Amit most nem tudunk megnézni, de hogyha tetejét így javították, sőt, még állítólag nem régen javították, és bújik ki több helyen újra a rozsda. Ezért valószínű, hogy ez tartós javítás nem sikerült. Viszont a kérdés az, hogy ha a tetejét így javították meg, akkor az alját mind találunk. Ez jó, egy kicsit befog a fék. Valószínű a fékbetét tartóba egy kicsit bele van gyógyulva a betét, de a betét meg a tárcsa állapota az még maradhat.
a lengéscsillapító, porvédő, annak sincs baja. Hát itt a kerékjáratívben is látszik a javításnak a nyomai, alvázvédő elég erősen volt sérülve. Apukámmal közben beszéltem telefonon, hogy mi legyen, hogy legyen, próbáltam tőle tanácsot kérni, hogy ezzel az autóval tényleg mit kezdjek, és ő folyamatosan mondta, hogy vagy vigyem le hozzá, ugye Orosházára, ami innen azért egy több száz kilométerre van. Tényleg tehát féltem az autóban, mert tehát ott ugye autópályán is kellene menni, és mondom, hogyha ott szakad ki valami, akkor nem tudom, tehát az is lehet, hogy nem élem túl. Na mindegy, aztán megcsináltattam teljesen a karosszériát. Ugye a futóművel meg az előző karosszériás javítással együtt már olyan nagyjából 400 000 forintot költöttem az autóra. Úgy gondoltam, hogy belevágok egy hosszabb útba, és megnézzük, hogy milyen. Meg is néztük, teljesen rendben működött, már fel is hívtam a családot, hogy na, nincsen probléma az autóval. Majd amikor hazaértem, pont a kapuban volt az, hogy beesett a kuplunk. Jól van, megcsináltattam. Mondom, de legalább akkor most már az eleje rendben van. Most motorolajat cseréltek, megcsinálták az ablaktörlőt és a fűtést, úgyhogy most tényleg így ölbetett kézzel várom, hogy mi a következő dolog, ami elromlik rajta. Igazából azért jelentkeztem a műhely pornó adásába, hogy egyrészt megtudjam, hogy van-e esély ennek az autónak a túlélésre, vagy tényleg, tehát elküldjem egyszerűen a bontóba. Ennyi. Futóműbe elől itt a két szilent a stabilizátor rúdnak, ő a két leggyengébb pontja, a többi az egész feszes. Ami nagyobb probléma, hogy alulról is látszik, hogy a hengerfejsíkból szivárog az olaj, olajteknőtömítésnél, vagy akár a főtengelynek a hátsó szimeringjénél is szivároghat, viszont ezt megint nem tudom megállapítani, mielőtt nincs megtisztítva a motornak ezen része, ahol ennyi olaj van. A hajtásba itt a féltengely csukló, itt a féltengelynek a jobboldali kihajtása váltónál, itt ez a belső csukló el van fáradva. Ezt minél előbb ki kell cserélni. Hogyha itt ez eltörik, akkor megszűnik a hajtás az első keréknél. Mert mivel ez első kerekes, így nem lesz mi hajtsa a kereket. Itt az alján is látok pár olyan nyomot, mintha foltozgatva lett volna az alja is, de olyan szépen be van kenve alvázvédővel, de azért látszik, hogy ennyire azért több helyen bele van javítgatva. Mindkét oldalt, nézzük a hátsó szilenteket, szép feszes, a fékcsöveket, azon se látok repedést. Tehát mutatnám, van itt egy kis, nem kis olajfolyás az autón. Mivel le van kenve alvázvédővel, ez a megésztési dolgok itt vannak, és mivel nem vagyunk karosszériások, nem tudjuk a 100%-os, hogy ez egy megfelelő javítás volt-e. Ez itt a probléma, ez a csukló. Ez össze van gyűrődve a gumiharang. Ez a gumi, látod? Teljesen. Viszont az úgy mozog, hogy az nagyon tud mozogni már ez a csukló, ez a belső. És ez mit jelent pontosan? Hát ez a féltengely kihajtása közvetlenül a váltótól, hogyha ez eltörik, akkor nem lesz kihajtása ennek a keréknek. Tehát ez csere, ez egy darab csukló. Na, hogyha ez a csuklóban lévő golyóskosár eltörik, annak először ilyen ropogó hangja van, amit már hallottál, igen, akkor itt ez meg fog feszülni, és nem lesz kihajtása az autónak, tehát megállsz vele ennyi. Tehát nem fogsz tudni arra menni vele, el fog törni, nem lesz jó, tehát addig kell olvasolni, amíg nem megy tönkre. Jó. Na, ami engem inkább aggaszt, az ez lesz. Igen. Tehát ez inkább aggaszt engem, hogy benne van a víztérben az olaj, ami azt jelenti, hogy vagy a henger, kezdődő hengerfejes az autód, és össze tud már folyni, mert tehát se az olajban nem lehet víz, se a vízbe olaj. Értem. Ez el van határolva. Hogy ez mennyit fog bírni? Akár egy hengerfej tömítés cserével ezt meg lehet oldani, vagy mondjuk a hengerfejnek van problémája, mint gátszakadása, azt megbontás nélkül senki nem fogja megmondani. Figyelni kell a motorolajat, hogy mennyi megy bele a vízbe, mennyi fogy el mondjuk egy olajciklus alatt
az autóból. Valóban van neki olajfolyása magán a motortömbben is, de azt lehet egy tömítéssel orvosolni. A tömítéscsere meg volt benne. És melyik tömítéscserét? Azt nem tudom. Na hát ez az, amikor nem tudjuk, hogy melyik tömítéscseréről van szó. Mindenképp első körben ezt javasolom. Most azt tudjuk, milyen szinten van a motorolaj? Megnézte a kolléga, a minimum fölött van a motorolaj. Az mondjuk nem kevés, de van olajfolyásod. Tehát van, és igen. Nem kicsi. Igen, tehát igen. Ott is lehet ilyen szivárgás. Ott is elveszhetett, mindenképp igen. Nézni kell az olajat benne. Jó. Azt mondom, hogy... Tehát akkor ez a probléma továbbra sem ez nem, oldódott ez, ez meg, nem, mert ez nem, probléma volt. Így van, így van, így van. Én mind mondom, tehát még egyszer kihasonlózom, hogy csak akkor tudnák bármit mondani neked megbontás előtt, hogyha le lenne mosva a motor teljesen, és mennénk egy 100 km-t. Értem. Ezt a Suzukit rég el kellett volna bontani, de mit tegyen a gazdája, aki már több mint 500 000 elköltött forintnál jár? Nincs jó lépés, csak kevésbé rossz, és az Avalon Service 66 000 forintos árajánlata kizárólag az azonnali, biztosan szükséges javításokra terjed ki. Jól lehet az olajteknő újratömítése és a féltengely csukló cseréje egyenként összesen 20-25 000 forintból megoldható, a szelepfedél tömítés cseréje is kevesebb, mint 10 000 forint, a motor valószínűleg hengerfejes, a kasznit pedig ordinári módon foltozták meg, és még így is rettenetes állapotban van. Egy Suzukira szakosodott szervíz szerint a 2004-ig gyártott Swiftek zöme mára elporlat, javításuk gazdaságtalan, de gazdáik tovább használják őket, mert nincs más választásuk 2-300 000 forint körül. Az 1-3-asoknál előfordul a 3-as henger dugattyú repedése, melyre kopogó hang és megnövekedett olajfogyasztás figyelmeztet. A bontott motor papírozással megvan egy 100-asból, a dugattyúsor csere és a szerelés ugyanennyiből. Ritkán váltócsapágyosodás is előfordul, illetve szintén a rohadással függ össze, hogy a lengőkar csere olykor lehetetlen, mert a bekötési pontok már nem tartanak. Egy tisztességes lakatolás új javítóelemekkel 250 000 forintba kerül, ha találsz rá embert. Minden kapható a Swifthez, de hiába foglalkozol vele, mert 2-3 éven belül ismét jön a rozsda. Aki mindenáron swiftezni akar, keressen egy garázsos bácsi autót, azt is nagyon alaposan vizsgáltassa át, és fogadja el, hogy a 80-as évek swiftje nem védi meg a karambolban, üldözi a rozsda, cserébe nagyon olcsón fenntartható és szinte soha nem romlik el. Ha tetszett a mai epizód, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, ha pedig érdekes autótok és ügyetek van, jelentkezzetek az átvizsgálásra.